török! Vigyázz! Fogadás középről! Történelmi zászlóknak! Tisztel! Leg! Történelmi zászló! Hévidér! Történelmi zászlóüvő. Irány utána. Lassú díszmenet. Építs! Történelmi zászlóivők! Történelmi zászlót! Lep! Húsz! Történelmi zászlóivők! Igó! Nagy! Történelmi zászlóivők! Terpesz! Állás! Tisztőrök, fegyver, lap! Hat! Tisztőrök, pihenj! Hölgyeim és uraim, tisztelt vendégeink! Díszközgyűlésünk kezdetén a Fehérvár fanfárt hallhatták a székesfehérvári helyőrségi zenekar előadásában. Kérem, hogy közösen énekeljük el a himnuszt. Tisztőrök! Vigyázz! Fogadás középről! Tisztelnek! Thank you.
Tűzszörök! Egyver! Hopp! Hopp! Tűzszörök, pihenj! Hölgyeim és uraim, tisztelt vendégeink! Szent István napi ünnepi díszközgyűlésünkön nagy tisztelettel köszöntöm Varga Tamás államtitkár urat, Varga Gábor országgyűlési képviselő urat, valamint köszöntöm dr. Simon László kormány megbízott urat, dr. Molnár Krisztián urat, a Fejér megyei közgyűlés elnökét, dr. Cserpalkovics András urat, Székesfehérvár polgármesterét, püspök helyettes urat, helynök urat, lelkészi elnök urat, a történelmi egyházak képviselőit, a fegyveres, rendvédelmi és igazságügyi szervek tisztviselőit. Külön öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy városunk német testvérvárosának, Schwäbisch-Gmündnek delegációját is köszöntetjük. Köszöntöm Fejér megye településeinek jelenlévő polgármestereit, Székesfehérvár és Fejér megye közgyűléseinek képviselőit, az önkormányzatok vezető tisztségviselőit. Szeretettel köszöntöm kitüntetettjeinket és valamennyi kedves vendégünket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az ünnepi hangulatot megidéző műsorban elhangzik Gizella királyné fohásza István királyhoz, melyet Matuz János, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ művészeti intendánsa állított össze a Zsoltárok könyve szövegei alapján. A szövegrészleteket Kneifel Nóra, a 2019-es versünnep győztese mondja el. A fohász alatt Bach G-dur cselló szvittjének menüett tételét Kárász András Péter előadásában hallhatják, aki az Alba Régia Szimfonikus Zenekar szóló csellistája. Eget, a holdat és a csillagokat, de különösen téged bámullak, Uram. Boldog ember vagy, aki nem indult a gonoszok tanácsa nyomán, nem vegyült a csúfot űzők közé, de örömét leli Isten törvényeiben, s parancsairól elmélkedik éjjel és nappal. Olyan vagy, mint a víz partjára ültetett fa, mely kellő időben gyümölcsöt terem, s levelei nem hervadnak. Minden tettedet siker koronázza. Szívemet megvizsgálod, nem lesz hamisságod benne. A kijelölt ösvényen haladnak lábaim, a te nyomdokaidban járva. Hallgass meg, Uram, fogadd el imámat. Ismerik nevedet, reménykednek benned, mert gondot viselsz rájuk. Ellenségeid meghátráltak, rossz akaróid mind eltűntek a színed elől. Most már, mint igazságos bíró ülsz országod trónusán. Soha nem feledkezel meg a népről, és soha nem csalod meg őt bajában. Isten felövezett téged erővel,
és feledhetetlenné tette utadat. Ezért az egek is hirdetik már dicsőségedet, az égbolt is megvallja kezed művének nyomát. Örök dicsőségre számva felemelted ezt a fehér várost, és népei felett törvény szerint ítéletet tartasz. És a fehér város, szinte mint új Jeruzsálem, olyan már, búzának, árpának, szőlőnek termőföldje, ahol nem kell szűkösen enned a kenyeret, és nem szűkölködöl semmiben sem. Tisztellek téged, István király. Én, hites asszonyod és királynéd, Gizella. Tisztelettel felkérem dr. Csárpalkovics András urat, Székesfehérvár megyei jogú város polgármesterét, mondja el ünnepi köszöntőjét. Kedves hölgyeim és uraim, kedves meghívott vendégeink, német és magyar barátaink, kedves fehérvári polgártársaim! Mindenek előtt egy kéréssel fordulok önökhöz. Arra kérem önöket, nézzenek alaposan körül. Felettünk Szent István tekint a jövőbe, lábunk alatt történelmi romok történelmi földben, körülöttünk patináns épületek. Most azonban ne ezeket keressék tekintetükkel. Most embertársaik, az önök mellett lévők tekintetét kapják el egy pillanatra. Azért kérem most ezt, mert a mai napon a nemzetet ünnepeljük. A nemzetet, mely azonban nem értelmezhető az emberek nélkül. A mi közösségünk nélkül. Nem egyszerűen az államalapító szent királyunknakat ünnepeljük, hanem az ő alkotását, melynek hála mi itt lehetünk. Amik mi vagyunk, magyarok és fehérváriak. Ez pedig mindenek előtt egymás tiszteletét és szeretetét jelenti, Szent István öregségének legegyszerűbb és hitem szerint legerőteljesebb megbecsülését. Mert ha tudatosítjuk, hogy mi vagyunk a nemzet, mi vagyunk a város, akkor kovácsolódunk igazi közösséggé. Akkor nyílnak meg a jövő nagy tetteit lehetővé tévő, kemény kihívásait leküzdeni képes, közös akarat forrásai. Márpedig nagy tettekre szükség van és szükség lesz. Bizonyos értelemben vízválasztóhoz érkeztünk ugyanis. A következő évek eldöntik majd, hogy Székesfehérvár provinciális irányba mozdul, vagy folytatjuk utunkat Közép-Európa egyik legélhetőbb, legdinamikusabban fejlődő városa irányába. A két világ közti ellentmondásokat, a konfliktusokat már most is érzékeljük. A városban boldog birtokosai vagyunk 50 ezer gépjárműnek, megvesszük a család második, esetleg már harmadik autóját is, de közben nagyon nehezen viseljük a Fehérváron korábban ismeretlen dugókat. Pezsgő kulturális és társasági életet szeretnénk a városba, de csak addig, amíg nem zavarja a régen megszokott csendet és nyugalmat. Erőteljesen akarjuk fejleszteni a város útjait, épületeit és szolgáltatásait,
de alig-alig toleráljuk, ha a megszokott rendünket építkezések, átalakítások és felújítások törik meg. Fel akarunk zárkozni a Nyugat-Európában megszokott bérekhez és életszínvonalhoz, annak árát a folyamatos tanulás, az egyéni és közösségi önfejlesztés, a versenyképesség árát már nem mindig akarjuk megfizetni. A koronavírus járvány elódázta ugyanezt a döntést, lassította valamelyest ennek a konfliktusnak az éleződését 1,5-2 évvel. De ne legyenek illúzióink. A választás, a döntés kényszere velünk van. Vagy közösségként, közös akarattal a vágyak, az ambíciók mögé tesszük a munkát és az áldozatokat, vagy a régi, kényelmes, de lehetőségeit elmulasztó várost és életet választjuk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A múlt és a jövő közti választás nem új keletű a magyarok számára. A mai napon is egy ilyen, az első ilyen döntést ünnepeljük. Szent István bölcsességgel, éles látással és vasakarattal meghozott döntését, mely Magyarországot átvezette az önálló, független, keresztény államiságba. 1000 év távlatából láthatjuk, hogy jó döntés volt a nehezebb, keményebb, erőfeszítést és áldozatot kívánó utat választani. Pedig még az államalapítás irányába tett lépések során is választhatta volna István a könnyebb utat. Elköteleződhetett volna akár a nagy keleti, akár a nagy nyugati birodalom irányába, hűbéresként letéve vállairól a felelősséget, elhárítva a harcot, mely egy valóban önálló és szabad állam létrehozásának velejárója. Feláldozhatta volna 1000 éves álmát és vízióját egy egyszerűbb uralkodásért. Szent István azonban tudta, hogy ezzel hosszabb távon a magyarságot, magát, a nemzeti jövőt áldozná föl. Hogyan döntünk? Hogyan cselekszünk tehát majd mi, kedves fehérváriak? Melyik lehetőséget választjuk? A kényelmes múltat vagy a vágyott jövőt? Ha az utóbbit, akkor hajlandók leszünk-e mögé tenni a munkát, vállaljuk-e az árat, ami ezzel jár? Véleményem szerint a válasz egyértelmű. A nehéz, de jutalmazó. Az izzadságos, de fejlődő. A felelősségvállalást kívánó, de önálló jövő mellett kell döntenünk. Ezt a döntést hozta Szent István 1000 éve, és ennek a döntésnek köszönhetően ma is itt vagyunk. Ezt a döntést kell meghoznunk most, hogy további évszázadokon át itt is lehessünk. A magyar nemzet, maga az ország is hasonló döntésekkel viaskodik most. A világ fokozatosan, de biztosan változik körülöttünk. Nekünk pedig meg kell vetni a lábunkat a kedvezőtlen változásokkal szemben, a fejlődést hozó változásokba pedig minden korábbinál nagyobb lendülettel kell belevetni magunkat. Tisztelt ünneplők! Ez a kérdés motoszkál bennem a királyi napok kezdete óta ezen a szép ünnepi időszak tekintetében is. Megállunk ott, hogy pár év alatt nagyon sok közreműködő szakembernek hála, önkéntes segítőnek, közösségek, intézmények munkája révén létrehoztuk az ország egyik legnagyobb, de helyi önkormányzati szinti történelmi fesztiválját, vagy ennél nagyobbat álmodunk. Aki ismer, az nem lepi meg, hogy ennél többet szeretnénk. Augusztus 20-a ugyanis történelmileg Székesfehérvár központ ünnep. Legalábbis kellene, hogy az legyen. Életműve lezárásaként 1038. augusztus 14-én itt Fehérváron fia sírjánál tett ország felajánlása másnapi halálát követően az általa építetett fehérvári bazilikába történő temetése, a sírja körül kialakuló kultusz, majd 1083. augusztus 20-án itt Fehérváron történő szentélyavatása, sőt az eleinte szokásjogi alapon kialakult 8 évszázada írott törvényi emelt személyéhez és városához kötődő törvénylátó napok, azaz az országgyűlés, de még az ünnepének 1938. évben történő törvénybe iktatása is az általa a nemzet központi helyévé emelt Székesfehérváron történt. Remélem ezért, hogy egyszer Szent István ünnepének állami és lelki központja is Szent István városában lesz. Ugyanis legméltóbban a nagy királyra emlékezni az ő városában, az általa építetett templom területén sírja mellett lehet.
mindösszesen ennyit kell csak felismernie utódainak, és ennek megfelelően kell cselekednie. Tisztelt kitüntetettek! Önök kivétel nélkül azért veszik át ma városunk elismeréseit, mert ebben a feladatban pótolhatatlant, maradandót alkottak. Önök hittek és hisznek Székesfehérvárban, a lokálpatrióta hozzáállás erejében. Mindannyian eltérő területeken, de olyat alkottak, mely nélkül kevesebb lenne ez a közösség. Köszönet önöknek! Megtisztelő számomra, hogy a mai nap Székesfehérvár és az ünnepi közgyűlésünk nevében átadhatom majd önöknek a közösség elismerését. Tisztelettel és szeretettel szeretném itt kiemelni Égi Tamás barátomat. Oroszlán szíve, tűéles meglátásai és páratlan humora ma is, most is fájdalmasan hiányoznak. Azt hiszem, mondhatom, mindannyiunk számára. Tiszta szívből szerette Székesfehérvárt, Székesfehérvár pedig szerette őt, ahogyan a városáért sokat tevő embert csak szerethet egy közösség. Megható és az élet folytonosságát szépen szimbolizáló, hogy díszpolgári címének átadása most unokái jelenlétében történhet meg. Tisztelt Richard Arnold főpolgármester úr! Most itt is szeretném megköszönni, hogy elfogadta meghívásomat, mindig nagy örömönt itt látni városunkban. Számomra személyesen is, és önkormányzatunk számára is nagy büszkeség, hogy településeink, Svévizsmünd és Székesfehérvár szövetsége immár 30 éve megingathatatlan. Barátságunk újabb példát szolgáltat országaink, és talán egész Európa számára is a tekintetben, hogyan lehet államközi szövetségeket, kapcsolatokat közel hozni a polgárokhoz, élővé, értékes tapasztalattá tenni, hogyan lehet valójában közössé tenni Európát. Egymás kölcsönös tisztelete, a kulturális kincseink megosztása, értékeink közös ápolása, a folyamatos eszmecsere az, ami felbecsülhetetlen erényt jelent a magányos, bezárkózó, vagy épp saját identitását teljesen feladó nemzetekkel szemben. Bízom benne, hogy további hosszú évtizedeken át fennmarad és mélyül városaink közötti együttműködés, polgáraink, országaink és az így erősödő európai közösség javára. Tisztelt tábornok és főtiszturak! Hiszek abban, hogy még egy olyan egyértelműen össznemzeti ügyben, mint a honvédelemé is van dolga az önkormányzatnak, Székesfehérvárnak különösen, hiszen városunk hagyományai egyidősek a Magyar Honvédség hagyományaival. Szeretném kiemelni és megköszönni ezért Koron Ferenc vezérezred úr fáradhatatlan parancsnoki munkáját, melyel elindította azt a folyamatot, mely reményeim szerint Székesfehérvár katonavárosi mi voltának teljes restaurációjában teljesítik majd ki a jövőben. Hiszem, ahogy az Zirinyi program megújítja katonáink felszerelését, úgy kell megújítanunk a honvédség társadalmi beágyazottságát és szerepét, ebben pedig Székesfehérvár a jövőben is rendíthetetlen partnere, hátországa lesz a honvédségnek. Főtisztelendő és nagy tiszteletű urak! A világi problémák és kihívások puszta reálpolitikával való megoldása a legjobb szándék mellett is gyakran vezethet lelketlen, immorális döntésekhez. Hiszem, hogy a szekuláris államban is komoly felelőssége van a hitnek, a keresztény értékrendnek. Erkölcsi keretet ad, segít megkülönböztetni helyest a helytelentől, mindenekelőtt pedig a változáshoz és változtatáshoz elengedhetetlen alázatra, kellő szerénységre inti az embert. Hálás vagyok önöknek, minden városunkban működő egyháznak és vallási közösségnek, amiért ellátják ezt a szolgálatot, szerves részei Fehérvárnak és a közösség életünknek, közösségi szerepük pára pedig nélkülözhetetlen. Tisztelt hölgyeim és uraim! A Szent Istváni örökséghez és életműhöz méltó, óriási feladatok várnak tehát ránk. Van még ugyan sajnos teendőnk a járványhelyzet, a teljes életünk visszahódítása terén is, azonban ha végleg lerakjuk a végső győzelmet a koronavírus felett, össze kell szedni minden erőnket és neki kell rugaszkodjunk az új évtized kihívásainak.
Az elmúlt 10 évben megváltoztattuk, de leginkább elkezdtük megreformálni azt, amit pusztán az önkormányzat akaratából meg lehet. Székesfehérvár fejlődésében a következő fázist a saját, megszokott napi rutinjaink, most kézenfekvő megoldásaink megváltoztatása kell, hogy jelentsék. Ez sokkal nehezebb, generációs feladat lesz, melynek részelemeit, stratégiáját is időbe telik kidolgozni. De nem riadunk meg a feladattól. Szent István erejével, egymás tiszteletével és szeretetével, a polgárok akaratával, városi legjobbjaink szellemi vezetésével, külföldi barátainkkal egyetértésben, a honvédek céltudatosságával és keresztény alázattal rugaszkodunk ennek a feladatnak, mely Székesfehérvár új korszakának alapjait kell, hogy lefektesse. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Irány utána, lassú díszmenet, lépés, indulj! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Államalapító királyunk Szent István napjának méltó és szép hagyománya, hogy az ünnepi ülésen kerülnek átadásra Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzata által alapított önkormányzati díjak és kitüntető címek, melyekkel a közgyűlés az élet különböző területein Székesfehérvárért sokat tett polgárok munkáját ismeri el. Az elismerések átadására felkérem dr. Cserpalkovics Csandrás polgármester urat. Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzat közgyűlése a Székesfehérvár fejlődése, gazdasági gyarapodása érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként posztumusz Székesfehérvár díszpolgára díjat adományoz Égi Tamás alpolgármester úrnak. Égi Tamás 2002-től vett részt a városi közéletben, korábban nemzetközi tapasztalatokat szerzett a pénzügyi világban, ezekre építve végezte munkáját a bizottságokban, majd 2010-től a város gazdasági alpolgármestereként. A belváros önkormányzati képviselője volt. Családja mellett a város közélete, a fehérváriak közössége, és mindenek előtt Székesfehérvár gazdálkodásának, működésének biztonsága foglalkoztatta a végsőkig.
Gazdasági alpolgármestersége idején sikerült megszüntetni a város adósságállományát, kidolgozni annak a tartalékos és saját forrásokra épülő gazdálkodásnak a rendszerét, amelynek köszönhetően Székesfehérvár önkormányzata jelentős tartalékokkal és egyre több helyi forrásból megvalósuló fejlesztéssel szolgálja az itt élőket. Példaértékű azon széles világlátás, szakmai háttér és emberismeret, ami jellemezte. Ahogy legendás volt humora és életszeretete is. Hosszú betegség után, sajnos fájóan korán, 59 évesen távozott közülünk 2019. júliusában. Szellemiségét azonban Székesfehérvár önkormányzata továbbra is őrzi. A díjat Östör Anna Mária, a díjazott felesége veszi át. Az egészségügyben végzett kiemelkedő szakmai és tudományos tevékenysége elismeréseként Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzat közgyűlése Pro Civitate címet adományoz professzor dr. Izbéki Ferenc főorvos úrnak. Professzor dr. Izbéki Ferenc orvosi pályafutásának kezdete óta szolgálja a helyi közösséget, legyen szó akár a reziliens város megteremtéséről, a pandémia okozta krízishelyzet kezeléséről, vagy pályakezdő fiatalok támogatásáról. Kiemelkedő tudományos és tudományszervező munkája révén hozzájárul ahhoz, hogy Székesfehérvár felkerüljön a nemzetközi tudományos élet térképére. Nemzetközi környezetben szerzett orvosi tapasztalatai beépülnek az általa irányított kórházi osztály mindennapjaiba. Számos orvos szakmai társaság és civil szervezet tagja. A vízügyi szakmai területen végzett kiemelkedő munkája elismeréseként Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzat közgyűlése Pro Civitate díjat adományoz Hullai Gyula úrnak. Hullai Gyula munkája során végigjárta a vízellátás, vízépítés szakterületének valamennyi fázisát, a kivitelezések művezetői munkájától a főmérnöki feladatokon keresztül az igazgatói pozícióig. A 60-as és 70-es években számos nagy szennyvízelvezető és tisztító létesítmény építését tervezte, végezte, számos újszerű technológiai megoldást alkalmazott. A Dunántúli regionális vízműnél a kivitelezések mellett üzemeltetési feladatokat is ellátott, Európai Uniós nagy projektekben projektvezetőként is tevékenykedett, többek között a KEOP keretében megvalósult Székesfehérvár és térsége szennyvízelvezető rendszer kiépítésénél.
Az egészségügyben végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai munkájának elismeréseként Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzat közgyűlése Pro Civitate díjat adományoz Klupács Péter mentőtechnikus úrnak. Klupács Péter 31 év szolgálati idő után idén vonult nyugdíjba. A székesfehérvári mentőállomás mentőtechnikusa még életében legenda lett. Gépkocsi vezetők, ápolók, mentőtisztek, orvosok, rezidensek, önkéntesek és fiatalok százai tanulták meg tőle a szakma alapjait. Napi feladatait, szolgálatait lelkiismeretesen és nagy szaktudással végezte. Rendszeresen részt vesz hazai és nemzetközi versenyeken, ahol betekintést kapott más nemzetek mentési gyakorlatába. A Mészáros Zalán mentőtiszt kollégájával közösen kitalált és elindított Te vagy a hős programban az elmúlt 8 év alatt fiatalok ezreinek tanította meg az újraélesztés alapjait. Az az elszántság, az a lelkesedés, amellyel az életmentő tudást adta át, mindenkit meggyőzött. Legyen szó a mentőállomáson szervezett tanfolyamra érkezőkről, az iskolaudvaron felsorakozó diákokról, vagy éppen a nyári fesztivál több ezres tömegéről, akik a tudással a fejükben, az életmentő mozdulatukkal a kezükben bátran segítenek a bajba jutottakon. A Székesfehérvár kulturális életében végzett több évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzat közgyűlése Pro Civitate címet adományoz Szabóné Nagy Judit Ildikó asszonynak. A Székesfehérvár, illetve, bocsánat, Nagy Judit gyermekkora óta színpadon van, az elmúlt 30 évben közel 100 színházi előadást és közel 500 filmet rendezett. 30 éve a Szabad Színház művészeti vezetője, a színházat működtető civil egyesület a Színtér elnöke. Jelentős szerepe van a székesfehérvári színész utánpótlás és az amatőr színjátszásba bekapcsolódó fiatalok nevelésében. Székesfehérvár kulturális életének meghatározó tagja, munkájával kiemelkedő teljesítményt nyújt, maradandót alkot, fáradhatatlanul, kiapadhatatlan energiákkal és játékkedvel vállal szerepet, minden közösséget megmozgató, a lokálpatrióta szemléletet formáló, azt erősítő programban. Székesfehérvár oktatási életében végzett több évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzat közgyűlése Pro Civitate díjat adományoz Nagy Kálmán János igazgató úrnak. Nagy Kálmán János a Székesfehérvári József Attila középiskolai kollégium igazgatója. Pedagógusi pályáját 1979-ben nevelőtanárként az intézményben kezdte, de kollégiumi tevékenysége mellett tanított, részt vett a pedagógus képzésben is. Szerepet vállalt közoktatásfejlesztési és intézményi minőségirányítási stratégiák kidolgozásában, a kollégiumi nevelés első országos alapprogramjának, valamint a pedagógus életpálya modell pedagógiai minősítési rendszerének megalkotásában. Mindeközben pedig kollégium igazgatóként folyamatosan a közösségépítés volt célja a diákok és nevelőik között, minél több értékes program egy biztos hátteret adó kollégiumi élet szervezésével biztosítva fejlődésüket.
A Székesfehérvár és a Honvédség közti társadalmi kapcsolatok terén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzat közgyűlése Székesfehérvár tiszteletbeli polgára kitüntető címet adományoz Korom Ferenc vezérezredes úrnak. Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség korábbi parancsnoka. Az általa végzett munka megteremtette az alapját egy korszerű eszközökkel felszerelt, ütőképes magyar haderőnek. Eredményesen hajtotta végre a Magyar Honvédség parancsnokságának megalakítását, ennek keretében elindította a legfőbb magyarországi katonai szerv Székesfehérvárra történő költözését, valamint sikeresen vezényelte a koronavírus járvány elleni védekezésben résztvevő katonák munkáját. Munkája során folyamatosan arra törekedett, hogy folytatva elődei munkáját, tovább erősítse a város és a honvédség együvé tartozását, elmélyítse a közösség által elfogadott értékeket, eszméket, kiváló együttműködésben a társszervekkel és a civil szférával is. Székesfehérvár és Schwäbisch-Gmünd városa közötti kapcsolatok ápolása, fejlesztése, valamint a kulturális értékek megőrzése érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzat közgyűlése Székesfehérvár tiszteletbeli polgára kitüntető címet adományoz Richard Arnold főpolgármester úrnak. Richard Arnold, Schwäbisch-Gmünd főpolgármestere tevékenyen részt vesz a Székesfehérvár és Schwäbisch-Gmünd közötti testvérvárosi kapcsolat partnerség ápolásában, további fejlődésében. A koronavírus járvány ideje alatt párbeszédet kezdeményezett a tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztása érdekében. Székesfehérvár német testvérvárosával 30 éve fennálló partnersége a kultúra, az oktatás és a civil szervezetek közötti együttműködésnek köszönhetően változatosabb és sokrétűbb, mint valaha. Az elmúlt években tanúsított közös gondolkodás, a testvérvárosi kapcsolatok és a fehérvári, schwäbisch-gmündi kisközösségek erősítése érdekében végzett tevékenysége elismerésre méltó. Hölgyeim és uraim, szívből gratulálunk valamennyi kitüntetetnek. Hagyományaink szerint közös koszorú kerül elhelyezésre az ünnepi közgyűlés résztvevői, Magyarország kormánya, az országgyűlés, Fejér megye és Székesfehérvár minden polgára nevében, államalapító Szent István királyunk szobránál. Tisztelettel felkérem államtitkár urat, kormány megbízott urat, országgyűlési képviselő urat, elnök urat és polgármester urat a koszorú elhelyezésére. Kedves vendégeinket kérem, hogy felállva tisztelegjünk Szent István emléke előtt. Thank you.
Kedves egybegyűltek, az ünnepi közgyűlés ezzel véget ért. Valamennyi kitüntetettnek szívből gratulálunk, és köszönjük városunk közösségéért végzett áldozatos munkájukat. Ünnepségünk zárásaként közösen énekeljük el a szózatot. Ezután kérem a díjazottakat, hogy egy közös képerejéig fáradjanak fel a színpadra, a közönséget pedig kérném, hogy a szózat elhangzása után várják meg, hogy a díszőrség kivonuljon. Minden kedves vendégünknek köszönjük, hogy jelen voltak rendezvényünkön, és együtt ünnepelhettünk. Díszőrök, vigyázz! Fogadás középről! Tiszte! Meg! Középről, történelmi zászlóknak, tiszte, meg! Történelmi zászlóhívők, történelmi zászló. Hevedér! Történelmi zászlóhívők, irány utána, lassú dísz mellett, építs! Thank you.
igény. Díszőrök, fegyver, szí! Ra! Irány utána, lassú díszmenet, lépés! In, rui! Thank you.